Ne görgess tovább, hogyha kíváncsi vagy, hogy mi vár rád decemberben. Tudom, már december 1-je van, viszont a kínai asztrológia szerint a következő hónap, a Yangfa patkány hónap, az csak december 7-én indul 10 óra 33 perckor, úgyhogy még addig rengeteg időd van, hogy felkészüljél a következő hónapra. Úgyhogy most a következő 4 napban minden nap fölteszek 3-3 állatjegyet, és megnézzük, hogy rájuk mi vár ebben a hónapban. Kezdjünk is bele! Az első állatjegy természetesen a patkány, és hát ugye Yangfa patkány hónapba lépünk, úgyhogy egyértelműen a patkányok azok elemükben lesznek. Nagyon-nagyon jó lesz a kommunikációjuk, mondjuk azzal eddig se volt túl nagy gond. Nagyon-nagyon felpesdül a szociális életük, tehát hogy abszolút ők lesznek azok, akik buliba járnak, jól fogják érezni magukat. Alapvetően ez egy jó kis sikeres társasági hónap lesz. Két dolog jelenik még meg a képletben, amire határozottan oda kell figyelni. Az egyik az az, hogy erősödik a spiritualitás. Tehát a bulik mellett érdemes nekik egy kicsit odafigyelni a spiritualitásra is, mert bizony ott sok mindent tanulhatnak ezen a téren és ebben a hónapban. Ezen felül pedig hát mi más, mint a szexualitás. Egész egyszerűen azért, mert hogy ugye 3 szexi jegy van a kínai asztrológiában, a kakas, a patkány és a nyúl. És most ugye nyúl éve van, patkány hónap, mindenkire egyébként olyan hatással lesz, hogy alapvetően a szexualitás és a romantika és a szerelem középpontba kerül, de a patkányokra főképp. Tehát abszolút nekik ez egy jó kis randi hónap, úgyhogy hajrá patkányok, élvezzétek ki ezt a jó kis decembert. Következő állatjegyünk a bivaj, és hát a bivajok már nem járnak ilyen jól. Nagyon kiszámíthatatlan lesz ez a hónap számukra, és igazándiból a bivajok nem szeretik a kiszámíthatatlanságot. Tehát, hogy ez abszolút meg fogja őket viselni. Ezen kívül lesz egy jó kis depressziós érzésük, tehát hogy még a november az adott nekik egy jó kis lendületet, és egy kicsit így följebb vitte az életkedvüket, addig ez a december, ez úgy kicsit lejjebb fogja húzni őket, tehát hogy nem lesznek olyan nagyon vidámak, mint amilyenek például a patkányok. Amire érdemes nekik koncentrálni, az egyrészt az, hogy attól függetlenül, hogy ilyen kicsit depressziós hangulatuk lesz, ne süllyedjenek bele túlzottan, a depresszióba nem éri meg, és próbáljanak meg ők is szerezni maguk mellé egy jó kis patkány havert, és akkor menni bulizni, meg egy kicsit kimozdulni, tehát hogy próbáljanak meg nem túlontúl berögzülni a szobába, vagy a lakásba. Illetve amivel ők most előrébb tudnak lépni, az, hogy különböző vitás ügyek, nehéz dolgok, bármilyenhez hasonlónak a lezárása. Tehát ez számukra egy nagyon jó lezáró hónap, érdemes azzal foglalkozni, hogy ami nekik nehézséget okoz, azt arra tegyenek egy pontot az ügy végére. Jöjjenek a tigrisek, hát nekik aztán megint egy nagyon-nagyon sikeres hónapjuk lesz, és ugyan nem lesz annyira koncentráltan a figyelmükben a szerelem, mint a patkányoknak, mégis rettentően vonzóak lesznek egyébként, és alapvetően nekik is ez egy nagyon jó kis randi hónap, nagyon jól fogják érezni magukat, nagyon rossz dolgokat nem tudok nekik mondani decemberre, mert baromi jó lesz, tehát tényleg egy sikeres vonzerővel teli nap, azzal kell egyedül vigyázniuk, hogy abszolút működni fog bennük az is most, hogy újdonságra vágynak, megint létrejön egy olyan kombináció, ami a tigriseket abba hajszolja, hogy valami új legyen, tehát hogy ezt fogják érezni egyfolytában, és ez bizony a randiknál az lehet, hogy jól érzi magát egy adott randin, de már várja a következőt. Például. De egyébként viszont, hogyha van bármi projekt, bármi terv, amit szeretett volna már régóta elkezdeni, most kezdjen bele, nyugodtan, tök jól fog sikerülni. Nagyon-nagyon jó kezdő energiákat kap, úgyhogy hajrá, kedves tigrisek, kezdjetek bele, most kezdjétek el, most csupa támogatást kaptak az univerzumtól. Holnap pedig jövök a nyullal, a sárkánnyal és a kígyóval.